A magyar külpolitika eddig jól vizsgázik ebből az új feladatából. A magyar külpolitika jól vizsgázik a beruházás ösztönzés tekintetében. Szóval tavalyi esztendőben Magyarországon összesen 5216 milliárd forintnyi beruházás történt, amely 14%-kal több, mint egy esztendővel korábban, és 17 éve nem volt ilyen Magyarországon, hogy egy esztendő alatt 14%-kal növekedtek volna a beruházások. A Nemzeti Befektetési Ügynökségünk, amely a külföldi beruházások Magyarországra vonzásáért felel, 60 beruházási projektet tárgyalt végig sikerrel, ami a Magyar Befektetési Ügynökséget Közép-Európa második legeredményesebb befektetési ügynökségévé tette, és a tavalyi esztendő beruházásai, külföldről érkező beruházásai nyomán először elértük azt, hogy Közép-Európában nálunk a legmagasabb a külföldi közvetlen működő tőke nemzetgazdasági teljesítményéhez mért aránya. Ez szépen magyarul úgy mondják, hogy az FDI per GDP mutató tekintetében Közép-Európában az első helyen állunk. Ma egy több mint fél milliárd forintos, 1,8 millió eurós fejlesztést adunk itt át, amelynek nyomán 45 ezer egységnyi kapacitást tud gyártani a Heineken óránként, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a Heineken soproni gyára egy saját gyártósorra tudja csomagolni a saját termékeit, ami pedig azt jelenti, hogy nem csak a sör, hanem immáron a csomagolás is a soproni gyárból fog származni. Ez pedig a vállalat import igényét csökkenti, és növeli a magyarországi termékek jelenlétét a magyar és a nemzetközi piacokon is.